Megyénk az árvíznek igencsak kitett térségben található, ezért is fontos az itt dolgozó vízügyi szakemberek munkája. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál folyamatosak a biztonságunkat szolgáló beruházások. Nemrég készült el például a Tisza magos ligetig tartó töltésfejlesztés. Az ár- és belvízvédelmi munkák mellett ugyanakkor az asszálya kapcsolatos tározási feladatok is fontossá váltak az elmúlt években. A Feti Vizignél már a következő évekre is megvannak a tervek. Ezek közé tartozik mások mellett a Tivadari híd átépítése és a túrmenti töltés erősítése. Mint azonban a társaság gazdasági igazgató helyettese 35 perc című műsorunkban kiemelte, a jövőben sem csak a töltések magasítására helyezik a hangsúlyt. A víztározók, a szükségtározók jelentenek nagy segítséget az árvízvédekezésben. A már megépült Beregés-Szamos-Kraszna tározó mellett most kezdődött erre a Tisza-Túr tározó építése. A ukrán határhoz nagyon közel, ez is egy 42 millió köbméteres víztározó. Ez elsőként az országba belépő Tisza vizet csapolhatjuk meg ennek révén. Nagyon nagy segítség lesz a árvízvédekezéshez, főként ha az Ukrajna területén tervezett tározók is megépülnek. A szakember arról is beszélt, hogy fejlesztéseikkel a turizmus sikeréhez is hozzá tudnak járulni. Az árvízvédelmi töltések ugyanis kiváló kerékpárutaknak biztosítanak helyet, hiszen sík felületen, szép környezetben tekerhetnek az ezeken biciklizők. Amit az elmúlt években árvízvédelmi töltést építettünk, ez már mind úgy fejeződött be, hogy aszfalt korona burkolatot kapott, tehát kerékpárút is egyben, amellett, hogy nekünk a szakmai céljainkat szolgálja. De mert szakmailag is fontos, és miért ne legyen szívügyünk az idegenforgalom, ezért az olyan töltéseken, ahol a közeli években nem várható törtés magasítás, ott is igyekszünk kerékpárút fejlesztésekbe belefogni. Bármilyen projekt erre adódik, akár önállóan, akár önkormányzatokkal, Pesel Antal elmondása szerint már csak egy rövid szakasz hiányzik a Tisza amelynek elkészülte után tokajtól egészen az országhatárig tisztább juthatunk majd el két keréken, aszfaltozott úton, igaz, időnként kompresszálva. Mint az igazgató helyettes elmondta, mindenki nyugodtan alhat tevékenységi területükön, a töltésfejlesztésekkel és más beruházásokkal ugyanis folyamatosan növekszik a biztonsága térségben.